Sziasztok, Jeruzsálemben vagyunk, Szalai Viktor van mellettem, akivel az új könyve kapcsán fogunk beszélgetni. Viktor, te egy idegenvezető vagy itt Jeruzsálemben, Izraelben, magyarul, és még milyen nyelven idegenvezetsz? Én igazából magyarul és héberül idegenvezetek. Tehát jönnek magyar csoportok, akkor lehet hozzá csatlakozni. Természetesen magyar vendégekkel, akik beutaznak, és itt élő izraeliekkel is dolgozom az országban. Mióta? Idegenvezetni 21 éve idegenvezetek, és 15 éve élek ismételten Izraelbe, és azóta most itt az országot mutatom meg. És mi jutott eszedbe, hogy írtál egy könyvet? A túrák után, mert azért legtöbbször én csoportokkal szoktam dolgozni, ami 8 nap, és elég sokat beszélek. És meg szokták kérdezni, hogy esetleg van-e valami összefoglalója annak, amit én mondok. És ugye a sok év alatt ez így mindig ott gyűlt a fejembe, és most, hogy volt ez a kis kényszerpihenőnk, úgy gondoltam, hogy akkor megpróbálom összeszedni a gondolataimat. És mi a rendszere a könyvnek? Hogyan kell kinyitni? Ez a lényeg, hogy úgy rendszere nincsen, tehát nyilván fel van osztva, hogy részei Izraelnek, de egy ilyen átfogó képet szeretne adni. Nem megy bele nagyon mélyen a dolgokba, hanem csak egy ilyen étvágygerjesztő, vagy aki itt volt, annak tényleg egy összefoglaló, hogy mégis mire számíthat Izraelbe. Mekkora az ország, milyen az éghajlat, kik laknak itt, mi az a balhé, ami itt történik, és mit érdemes megnézni, hogyha csak egy rövid időre jön el az ember, vagy hosszabbra. Viktor, te híres vagy az idegenvezetők között is arról itt Izraelben, hogy nagyon neutrálisan tudod előadni a balhékat. Mi a titkod? Magamat adom. Tehát én úgy gondolom, hogy nekem egy olyan szerencsém van, ezt így elmondhatom, hogy a hobbim a munkám a hobbim, és amikor én felszállok a buszra, akkor nem eljátszom, hogy idegenvezető vagyok, hanem igazából akkor kezdem el a napomat, és akkor kezdek én lenni. Melyik kiadó adta ki a könyvet? Nincs kiadó, tehát ezt igazából arra találtam ki. A könyvnek igazából a lényege az nem az, hogy egy terjesztett könyv legyen különböző könyvesboltokban, hanem tényleg akik velem már utaztak és tartják a kapcsolatot és kérdik, hogy mikor tudunk beszélni erről, mikor láthatják egyben az elmondott dolgot, az övék legyen, vagy hogyha pedig valaki jönni akar és kéri, akkor erre majd kitalálunk valamit, hogy lehet ezt megvenni. Mert igazából nem tudom, hogy ez ide tartozik, nem tartozik. Ugye Izraelért írni egy könyvet azért az egy kicsit bonyolultabb dolog, ez mindenféle vitákat ébreszthet fel, és itt nekem nem az volt a célom, hogy teljesen mélyrehatólag elmondjak mindent, hanem hogy akit érdekel a dolog, annak felkeltsem ezzel az érdeklődését, és akinek felkelti az érdeklődését, és ide szeretne jönni, neki én el tudom ezt mesélni élőben, teljesen mélyen és kifejtve a dolgokat. Tehát nagyon sok könyv van Izraelről, amit az emberek mondtak, tapasztalatból írtam. 20 éve mondják, hogy ez túl hosszú ez a könyv, ez túl mély ez a könyv, ebben nem jól vannak benne. Én a kérdések alapján próbáltam egyszerűen azt, amit én 5 órában elmondok, egy oldalban, két oldalban leírni. Tehát mondjuk városonként, hogyha az ember jön egy nem vezetett túrára ide Izraelbe, most már ugye lehet beutazni, fogja ezt a könyvet, elmegy egy városba, és elmegy egy látványossághoz. Akkor mennyit fog megtudni arról a látványosságról? A látványosságról egy kicsit meg fog tudni. Összességében az országról fog megtudni, melyik városban merre érdemes sétálni, mit érdemes megnézni, egy kicsit zenélni. London Bridge-es Tehát például a London hidat is meg lehet hallgatni itt, ugye Jeruzsálemben, a Rehavia negyedben. Ezt nem írtam le a könyvbe, de azért ilyenek. Ez nem egy úti könyv. Tehát nem egy olyan úti könyv, amivel elmegy az ember, és akkor minden szoborról megtudja, hogy mi az, hanem az, hogy eljön Izraelbe, megtudja, hol van, elmegy Tel Avivba, megtudja, miért hívják így Tel Avivot, mikor alapították, Jaffónak mi köze Tel Avivhoz, és milyen város, ezen kívül melyik részein érdemes sétálni, és le van írva, hogy ebben az utcában megtalálja ezeket a bárokat, abban az utcában kávézókat, a múzeumok errefelé vannak, vagy pedig, hogyha eljön Jeruzsálembe, ott egy kicsit mélyebben, hogy a templom, milyen templom, ahova éppen bemegy, a siratófal, miért siratófal, az Olajfák hegyén pedig mi látható. Ezt ilyen nagyon röviden. Hány oldal?
Ez egy kicsi zsebkönyv, egy kisméretű könyv, 104 oldalas, fényképekkel természetesen, hogy az ember ne csak... A te fényképeiddel, ugye? Az én fényképeimmel vannak benne. Viktor egy elég szuper fotós. Jó, ez most azért nagyon jó, mert a fényképeknek egy része a telefonommal van fényképezve, tehát... igen, de az én fényképeim vannak benne, és a fényképek is azért mertem beletenni néha olyan képeket, amiket nem feltétlenül tennének bele egy könyvbe, mert az egész könyv egy olyan hangvételű könyv, hogy aki idejön, és tényleg csak nyaralni akar, tényleg csak egy kicsi élményt akar Tel Avivról, Jeruzsálemről, vagy az ország más részéről szerezni, az ezt kapja meg, és a képek alapján is, ahogy én látom ezt az országot, úgy lássa ő is. Jó, akkor még egy kérdést. Egyedül írtad és fotóztad a könyvet, valaki még segítette benne a kiadásban, stb. A könyvet azt természetesen én írtam, leültem, kiadtam, ami bennem volt. A fényképek is mind az enyémek, természetesen én azt szerettem volna, hogy ne ez csak egy ilyen A4-es leírt papír legyen, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm itt is Danziger Daninak a segítséget, aki segített a könyv szerkesztésében, és természetesen most így neveket nem kezdek el felsorolni, mert a könyvben benne vannak. Nagyon sok embernek odaadtam a könyvet, hogy véleményezze, kaptam pozitív és negatív véleményeket is, de összességében amiért én írtam ezt a könyvet, arra mindre pozitív vélemény jött vissza, tehát nagyon sokan nem csak véleményezték, lektorálták, segítettek az átírásba, tehát ez egy másfél éves folyamat volt, amíg ez a könyv a fejemből papíron megjelent. És valaki ajánlja is a könyvet, nem? Oh. A borítón. Igen, ugye a munkámból kifolyólag elég jó ismeretségben vagyok Uri Gellerrel, és Uri Gellernek, amikor én ezt meséltem, hogy csinálok egy könyvet, azt mondta, hogy ő szívesen megnézi, és ha úgy gondolja, akkor ír hozzá egy előszót, egy ajánlást, és végül is igen, megkaptam tőle, tehát magyarul és héberül ott van benne Uri Gellernek az ajánlása. És reméljük, hogy meghajlítja mindenkinek a pénztárcáját, és akkor vesz mindenki a könyvben. Nem, de a könyv az hajlik, ahogy így lapozzuk, mindegyik hajlik. Ja, tehát tényleg? Ez lehet, hogy Uri Geller miatt, vagy igen, pedig kemény kötésűre terveztem, de mégis puha lett, meghajlítódott. De online is el lehet érni a könyvet, nem? Vagy online még... nincsen. A könyv ez direkt így kézben, mert ugye ma minden virtuálisan megy, és ez nagyon fontos volt. Én gondolkodtam, ugye, e-bookon is, igen, tehát e-könyvön is, de úgy gondoltam, hogy ma minden telefon, mindent ezzel csinálunk, és ráadásul ebben a koronában ez a virtuális élet egy kicsit túlzottan előjött, úgyhogy én azt szerettem volna, hogyha kézbe foghatják az emberek, lapozhatják, összezsírozhatják, összegyűrhetik, és így nézhetik meg, hogy mi van benne. Szalai Viktor könyvét ajánlottuk Jeruzsálemben, aminek a címe? Izraeli útifüzet. Köszönjük szépen. Én is nagyon szépen köszönöm.